Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete, illetve a kártyák üzenete gyertya mágiával. A gyertyát előkészítettem, és most a piros gyertyával dolgozunk, ami jelenti a szerelmi témákat, tehát szerelmi energia, amit a videó végén majd átküldök, és írd le a kommentárba, hogy hatott ki rád. Ez az energia már most is érezhető. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és veled szemben itt a lelki társad, vagy ez a kép utal a férfiakra. Mi az ő terve, mit hogyan fog tenni, mit gondol rólad, mi van most az ő környezetében, mindezt megtekintjük most nála. És most megnézzük azt, hogy mit üzen számodra, hogy viszonyulj hozzá, mi van a te környezetedben, ha te egy hölgy vagy. Nos, először megnézzük azt, hogy mi van velem. Itt látható ez az özvegy férfi és a halál kártyája. Ez jelentheti az ő apukáját, lehet egy örökösödési ügy. Az is előfordulhat, hogy az apukája nagyon beteg volt, és ő úgy érezte, hogy itt beköszönt a halál, viszont megjelenik itt a tolvaj, és eltávolítja ezt a szomorúságot, eltávolítja ezeket a veszélyeket. De mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez a kép jelentheti ugyanaz apukáját, vagy a főnökét, vagy egy idősebb férfit, de gyakran utal az ő szomorúságára, hiszen olyan egyedül érzi magát. De ez lezárul, hiszen a halál kártyája le tud zárni bizonyos dolgokat, és a tolvaj segít ebben, hiszen ezt eltávolítja. Változnak az események, és itt látható, hogy gondol rád, látni akar téged, és a gyermek jelent akkor egy új kezdetet. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy itt voltak problémák a családban, egy örökösödési ügy, valaki ellopott tőle, valamit becsapták őt, és a gyermek jelentheti az ő ártatlanságát, vagy hogy ő olyan naív volt ebben a helyzetben. Mivel jelenthetik az ő problémáit, bizonyára ő visszahúzódó volt, és akkor itt a vágy kártyája rád utal, ő érzi azt, hogy te gondolsz rá. Hiszen megvan ez a lelki kapcsolat kettőtök között, és hamarosan lesznek itt újdonságok, lesz közeledés, hiszen a gyermek utal egy új kezdetre. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, itt van az örvendezés, egy jó hír. Itt nem csak a ti kapcsolatotokról van szó, hiszen lesz egy új kezdet, lesz egy új hír, lesz egy találkozás, hanem ez a kártya jelenti a nyereményeket is. És itt van hozzá a remény. Tehát az anyagiak javulnak, azon kívül lesz egy jó hír, egy találkozás, egy új kezdet. De azért légy óvatos, különösen ami a pénzügyi dolgokat, vagy a munkát, a hivatást illeti, mert itt ebben a környezetben megjelenik a hamisság. Vagy valaki irigy rád, figyelget téged a munkahelyen, vagy valaki be akar téged csapni, ami az anyagiakat illeti. Tehát azért légy óvatos. Ez a hamisság itt nem őrá vonatkozik, hanem egy másik személyre. De, hogy jól alakuljanak a dolgok, és meglegyen a békesség, a nyugalom, a belső harmónia, a szerencse, a szerelmi élet területén, most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, és gondolkodj el azon, hogyan tovább, mi lenne az ideális helyzet, mit szeretnél elérni, megkapni az élettől. Ha érzed ennek a gyertya mágiának a kisugárzását, az energiáját, akkor írd le kérlek a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!